Sziasztok! A Future Taper Airplane sorozatban most a Future Starship repülőket fogom bemutatni. Mind a négyet. Természetesen mivel Future repülő, itt is a Future hajtást fogom majd használni. Aki ismeri a többi videómat, elsősorban a Future Star repülőimet, azok láthatják a hasonlóságot. Kezdjük. Felhajtjuk a következő módon. Mindig ugye megegyezik a Future Star-ral. És itt jön a Future hajtás, most viszont máshogy fogom végezni. Ezúttal úgy hajtjuk le, hogy a papír aljával ezt párhuzamosan. Egy ilyen repülőt fogunk. Kihajtjuk. Másik oldalon is kihajtjuk. Ezen az oldalon is kihajtjuk. Ezt áthajtjuk erre. Majd eddig a vonalig. Vonal mentén visszahajtom. Másik oldalon is. Áthajtom. Vonal mentén visszahajtom. Visszahajtom, majd dát formára hajtom.
most sem készen is van a repülőnk. Ezt felhajtjuk. Következő hódon. Készen is van az első repülőnk. Második repülőnk annyiban tér el, készen is van. Összefogottabb lesz tőle. Ez már a második verzió. Ennél, igen. Ez már összefogottabb. Következik a másik, idáig ugyanaz. Feladat, innentől más. És most hajtjuk ki a szárnyakat. Szép, de a lényeg látszik. Úgy összehajtjuk. Illetve ezt a részt ugye még elkészítjük. Ennél a vonalnál hajtjuk össze. Oldalon is eljátszuk. Élére, dárc formában hajtjuk. Még egyszer. Thank you.
kell igazgatni a helyére. Megértem egy győrt. Még hajtunk fel. Van. És akkor még itt is megcsináljuk azt. Ezt a részét még hozzá dolgozzuk. Most nem lett tökéletes, de a lényege látszik. Ez a fajta repülő jobban egyébként. Ez a második verzió. De kicsit jobban sikerült, hogy ezt mutatom meg. Hát akkor itt van ez. Akkor nyitott verzió, ugye ez a különbség. És itt szintén ez a nyitott változat, és a zárt változat. Köszönöm a figyelmet!